Történetünket ott hagytuk abba, hogy a Sharons múlt héten előadta a Csak Boldog című dal feldolgozását. A mai adásban még jobban megismerhetitek a csapatot, és az epizód végén meghallgathatjátok az Én ma veled utazom című dal live session változatát a zenekar előadásában. Elkapcsolni, tilos! Új arcok, új zenekarok, új dalok hétről hétre. A Soundcamp Productions bemutatja Friday Session, ahol az új generáció bemutatkozik. Boróka vagyok, 5. osztályos, meghallgatok egy zenét, és elmondom, hogy tetszett, vagy nem. Mi a véleményed? Az egész nagyon jó volt. Volt olyan része, ami kifejezetten tetszett a dalnak, vagy nem tetszett a dalnak? Szövegben volt, ami nem tetszett, de... Például? Ugye a közepe felé nem annyira tetszett, de amúgy nagyon jó volt. Ügyesek. Nem igazán voltak olyan alkotótársak velem, akinek azt tudtam volna mondani, hogy akkor na üljünk le, és akkor együtt valamit, hozok valami ötletet, vagy te hozol valami ötletet. Sokáig én magányos farkas voltam mind a szöveg, mind a zene tekintetében. Ez nekem egy új helyzet volt, hogy az ember x éven keresztül úgy ír dalokat, meg úgy hangszereli meg őket, ahogy neki a szája íze szerint az úgy kedves, és akkor hirtelen most ott van mögötte 4-5 ember, aki azt mondja, hát ez így nem jó. Egy kicsit akkor fel kell adni a büszkeséget, de végül, amikor a dalok megkapják a végleges formájukat, akkor az egy olyan, amire azt mondhatjuk, ez egy közös valami. Most az tök mindegy, hogy kinek a neve alatt fut az Artisusnál, édes mindegy, nem ez számít, hanem az, hogy ez egy Sharons dal. Enélkül a kreatív team munka nélkül szerintem nem tartana itt a zenekar, ahol most van. Hé, na, játszatok már valamit! Feljátszó. Ugye a Monty Pythonban mondták mindig, hogy and now something completely different. És most fogtok muzsikálni, és arra gondoltunk, hogy a dalatokat játszatok el, mert még kevésszer játszottátok ma. Viszont némi csavarral, úgyhogy kérünk tőletek bizonyos stílusokban való prezentációt. Na hát szeretnénk tőletek kérni egy ska refrént. Bocsi, lehet reggi is. Tehát a lehet reggi is, igen. Én ma veled utazom, lehet, hogy nem is akarom, mégis veled utazom. Kicsit örült vagy, nekem tudt veled bolond. Lehet, hogy nem is akarom, mégis veled utazom. Kicsit örült vagy, nekem tudt. Egy 80-as évekbeli pop ballada hangulata. Ballada a lényeg, igen. Köszönjük a bikinire... Ja, bocs, nem. Gratulálok. Az, hogy Bálint hozza ugye a zenei alapot, ezt én úgy gondolom, hogy ez ad egy egységes, ugye harmónia menet, dallamvilág, amit Bálint létrehoz, azért az összes Sharons dalban benne van, de az, hogy maga utána a hangszerelés vagy szövegbe változtatunk, az
az mindenki hozzáteszi a saját részét, ezért mindenki a sajátjának fogja érezni, és így tudjuk úgy játszani, hogy akkor ez egy igazi Sharonsdal. Én nem azt mondom, hogy viták vannak, csak diskurzusok köztünk, hogy milyen zenét kellene írni, úgyhogy az ember azért ne álljon be a abban nagyon-nagyon-nagyon most valamilyen pejoratívnak mondott mainstreambe, és tehát egyedi tudjon maradni, de mégis egy olyan könnyen befogadható nagyon könnyen befogadható dalokat tudjon létrehozni, amit a közönség tényleg tud énekelni. Én úgy érzem, hogy főleg most a második lemezen azért sikerült már ilyen dalokat írni, amiknek egyszerű refrénje van, megjegyezhető, de ez nem azt jelenti, hogy a minőség az rovására menne az egyszerűsítés. Csak kicsit így a, hogy is mondjam, a közönségnek a jobb bevonása érdekében talán ez muszáj meglépni. Eddig Itália földjén termettek csak a rímek, most elemezni fogják ám a te dalszöveged. Időmértékes verzelés. Ezt lehet még fejlődni, de tudnak zenélni. A szöveg az neccesebb, mint a zene. Muszáj először a témáról beszélni, mielőtt bármi nyelvi dologba belemennénk. Egy nagyon energikus, lendületes dal, viszont azt érzem, hogy ami felsejlik a szövegből, az is sokkal durvább, és sokkal veszélyesebb, és sokkal negatívabb dolog, mint amilyen könnyedén ez elénk van tárva. Ez egy legrosszabb esetben bántalmazó, de legjobb esetben is egy függő kapcsolat, ami nagyon nem jó. Nagyon jelen van a társadalomban, szóval én is hallottam ilyenről, írnak is ilyenről, folyamatosan ez van, ráadásul egy nő énekli, általában a nő kerül ennek az áldozati szerepébe. Lehet, hogy könnyű zenéről beszélünk, de a felelősség akkor is ott van, az emberek szerencsére hallgatnak zenét, szerencsére hat rájuk, kártékony tud lenni, hogyha romanticizálunk egy ilyen kapcsolatot. Folyton elhangzik a méreg szó, meg hogy ezt nem akarom, tehát nem tagadja el a szövegíró, hogy ez nagyon para, nagyon nem jó, de mégis az egész dalnak a felütése és lendülete és életigenlése és a vonzalom, és ráadásul, hogy a végén az örökre szó szerepel, hogy és akkor most már testestül, lelkestül a tied vagyok. Én azt hiszem, hogy ennek lehet olyan hatása, hogy fogadjuk el, és törődjünk bele egy ilyen kapcsolatba, és ne tegyük ezt. Ami viszont ennek ellenére nagyon-nagyon-nagyon tetszett, az, ahogyan a szöveg és a dallam rímel egymásra, és leképezi egymást. Én ezt általában is nagyon szeretem íróként, meg olvasóként is, amikor egy szöveg megjeleníti a tartalmat, tehát a formában ott a tartalom, és itt is. És szerintem azért ez ritka erény, úgyhogy ezt tök jól megtalálták. Vannak benne jó rímek, vannak benne olyan részek, amik így prozódiailag nagyon tetszettek. Túl sok ez a szerelem, a menekülést keresem. Ez egy nem egy ilyen nagyon bonyolult dolog, de nem is kell annak lennie, és nagyon jól találkozik ez a két szó, hogy szerelem és keresem, egyrészt a ritmusában, másrészt pedig, amiről beszéltem, ez a kettősség. Ebben az egy sorban, sőt, nem csak a sorban, hanem ebben a két szóban, hogy szerelem és keresem, ott van az egész kapcsolatnak a feszítettsége. Úgyhogy ezek jó találatok, viszont én azt hiszem, hogy ezek kivételek, tehát inkább az van, hogy kevés szót használnak, és ott is nagyon sokszor vannak ilyen ragrímek, amikre szerintem érdemes figyelni, tehát érdemes picit többet dolgozni a szövegen. Ugye ez a folyamatos utazom, akarom rímelés, nem baj, hogyha van ilyen, viszont itt nagyon sok van, úgyhogy igazából így összefoglalva többet dolgoznék a szövegen, izgalmasabb rímeket keresnék, és megtartva ezt a forma és tartalom egységet, azért körültekintőbb lennék ezzel a témával. De hogy amúgy jó az irány, csak a szöveget se hanyagolják el. Szerintem, hogy egy zenekar vállalkozássá tudja kinőni magát, ahhoz nagyon sok idő, energia és szerencse kell. Mi azért a srácokkal ebben nem mertünk úgy
fejest ugrani, hogy akkor mindenki ott hagyja a munkáját, és akkor csak ebből fogunk megélni. Nyilván ez a cél, ez a távoli célunk, ezt nem titkoljuk, mert mindannyiunknak a zene foglalja el az első helyet az életében, úgyhogy tök jó lenne, hogyha ez hivatássá is válhatna, de ez nagyon sok áldozatot követel, de mindenki megpróbálja hozzátenni azt, amit tud, és a legjobbat kihozni saját magából minden egyes alkalommal. Tőlünk senki nem megy haza üres kézzel. Útravaló. A Sharon's együttes nekem egy kicsit egy ilyen titkos favorit, én nagyon szeretném, hogyha ők ennél sokkal-sokkal sikeresebbek lennének. Én továbbra is azt látom, hogy mennyire jól működnek piciklubokban, és hogy ennél a nagy színpadra való állásnak a nehézsége, az tényleg egy nehézség. És nem hiába váltottak sokan, és nem hiába lett a Green Day is egy idő után stadion rock együttes a punk gyökerekből, mert egyszerűen nem működik ugyanaz, ami kisklubban egész nagy területeken, illetve nagyon rövid ideig működik. Én azt kívánom a Sharon'snak, hogy meg tudják őrizni azt a fajta zenélési kedvet, vagy attitűdöt, amivel nekiindultak ennek az egésznek, és hogyha sokkal, de sokkal sikeresebbek lesznek, és adja Isten, hogy így legyen, akkor is mindig vissza tudjanak nyúlni ehhez az alapmaghoz, amiből elindultak, hiszen azért teti az egészet. A közös zenélés a lényeg, és nem az, hogy mennyi van a dollárszámlánkon. Kíváncsi lennék, hogy milyen, mibe törik még a fejüket a jövőre nézve, hogy megmarad ez a koszosabb ilyen rock and roll, vagy hogy milyen lehet tőlük egy ballada. Ez a szöveg, amit például ebben a dalban hallottunk, én ezt simán elosztanám, elraknám őket halmazokba, és megnézni, hogy ez még több dalra is bőven elég. Nem azért, mert nagyon sűrű, csak nyilván fiatalok, sok minden mondani valójuk van, és ez lehet, hogy több dalra is elég, de mivel ugye a rap világában élünk, és egy verze alatt elhangzik 300 szó, nem náluk, hanem úgy alapjában véve, ez most divat is. Ha már van egy lány a frontban, akkor így tekerje meg az overdrive-ot a torkába, nyugodtan lehet még jó értelembe véve ilyen trógerebbre venni, és hallgasson nagyon sok blues-t. Hallgasson Ray Charles, Stevie Wondert, nem azért, hogy úgy kell énekelni, vagy Ella Fitzgeraldot, tehát menjen vissza, és nézze meg, hogy ez a Rhythm and Blues ez honnan jött, és föl kell rakni esténként egy jó bakelit lemezt, esetleg egy 4 cent whiskyt meg lehet inni, senkit nem buzdítok erre, de szerintem egy tök jó powert adna. Meg hát nyilván a korral, meg a rutinnal ez megjön, de szerintem ilyen apró segítségeket igénybe lehet venni, természetesen csak addig, amíg ez megmarad a normális berkeken felül. Hogyha írtok egy harmadik lemezt, és az is tele lesz ilyen hasonló hangvételű számokkal, akkor én csak biztatni tudom arra a szaxofonos kollégát, hogy nyugodtan belefér egy picit ebbe itt az idézőjeles szaxofon nozás, tehát egy picit ez a, és tényleg értsétek jól, ez a szaxi-maxi életézés, egy picit több recsegtetés nekem még benne maradna, és szerintem az a közönséget is jobban bele fogja húzni a stílusba és a buli hangulatba, én azt abszolút adnám. Egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor valaki fiatalon ilyen blúzosokkos műfajra adja a fejét, előbb tudja meg talán ennek a műfajnak a szakmaiságát, hogy milyen skálákat kell játszani, és aztán lehet, hogy 10 év múlva jelenik meg a lelkület a zene mögött. Sok jó dolog, sok csalódás, sok pozitív élmény, emlék, stb. Járul ahhoz, hogy ezek a dalok akár örömből, akár egy kicsit dűből, akár egy kicsit feszültségrevezetésképpen tudjanak megjelenni, megszólalni. És ugye szokták mondani a zenészekre, hogyha nagyon rosszul érzik magukat, azért lesz jó a buli. Ha belül van valami baj, ha meg minden nagyon szuper, akkor meg azért. Én nem kívánom, hogy nagy hullámvölgyeken menjenek keresztül, de ahogy így a saját pályámat néztem, én a Kim Novák zenekarban játszottam 22 évesen, és nem titok, azt éreztem, hogy ahhoz a zenéhez még túl fiatal vagyok, míg a többiek 15 évvel körülbelül idősebbek voltak nálam, és ők már rég túl voltak olyan dolgokon, amitől azt a zenét hitelesen tudták játszani, és ha most tehetném, most visszamennék a Kim Novák zenekarba, és most már én is talán hitelesebben tudnék részt venni benne. Viszont úgy felgyorsult a világ, hogy a mostani fiatalok meg egyből ebbe a rhythm and bluesi világba belevitték magukat,
Nyilván sokkal több hatás éri őket, mert se Facebook nem volt a mi időnkben, se YouTube, semmi, és most már annyi minden hatás van, és annyira felgyorsult ez az egész, hogy mire kettőt pislogunk, kinő egy ilyen zenekar a földből. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog, hogy hangszeres zenét hallunk szaxofon szólóval. Hála jó Istennek! Úgyhogy ennyi. És most jöjjön a zenekar saját dalának története. A saját dal története. Szeretek meríteni valakinek az elszólásából, valakinek egy mondat, egy szókapcsolat. Ez például ilyen volt. Az én ma veled utazom egy rövid sztori, hogy az akkori zenekarom, ma ez 2011-ben az énekes hölgyeménynek nagyon friss jogsia volt. Mentünk föllépni, és hát sok hangszer, minden két autó, és ő elkérte a nem tudom, szüleinek a kocsiját. Tehát mondta, hogy hát még nincs nagy gyakorlata, én megmondtam neki, hogy akkor én ma veled utazom, hogy akkor az legyen így, hogy akkor segítek, meg navigálom. De akkor például a Benned van című dalunknak például a Sáron mondta, hogy milyen jó lenne ebből írni valamit. Tehát és akkor és az új lemezén adunk, az pedig egy közös élmény, hogy megcsináljuk, majd a kocsiban megbeszéljük, majd a kocsiba ez, majd a kocsiba az. Aztán ugye Réka ebből ezt kibontotta, ezt a szöveget, és egy ilyen elég, hogy is mondjam, ilyen plasztikus szöveget sikerült ebből csinálni. Ugyanakkor meg vannak azok, amikor otthon leülök a kis zöld kanapére, ma ott szoktam írni a dalokat, van egy zöld kanapénk, és egyszerűen ha vernek sem. Tehát, hogy nem jön. És akkor az ember tényleg el kell, hogy engedje, aztán valamikor egyszer csak így paf, rázuhan az emberre, akár a dallam, akár a szöveg. Szóval tényleg ezt azt tudom mondani, hogy is. Néha nehéz, néha könnyű, tehát tényleg ilyen. Jöjjön az Én ma veled utazom című dal. Zenél a Sharons. Itt már nincs más esély, most kezdődik el ez a szív nélküli lét. Kicsit közel.
A Friday Session 195. zenekara a Sharons volt. Ha tetszett az elmúlt két adás, akkor kövessétek be a srácokat és a Soundcamet is. Jövő pénteken találkozunk.